November 20-án történt a halálos kimenetelű munkahelyi baleset ebben a nádudvari üzemben. A 18 esztendős fiatalembert mentő helikopterrel szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ Kenézi Gyula kampuszára. Az áldozat családját értesítették a hétfő kora délután történt balesetről, akik azonnal a kórházba siettek. Mikor beértünk még, akkor még nem mehettünk be hozzá. Ott körül került fel az intenzívre, és nagyjából olyan fél hat felett tudtunk beszélni elsőnek orvossal, aki elmondta, hogy, akkor a károsodást szenvedett, hogy, nagyon kicsi az esély, hogy túlélje. Egy olyan 8-9 óra fele mi bemehetünk hozzá, és amúgy az orvosok egyébként életbe tartották addig, hogy, ugye el tudjunk tőle búcsúzni, és ugye amikor bementünk, akkor elköszöntünk tőle, de ő ebből már semmit nem hallott, nem reagált semmire, kómában volt. A sérült a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére este 11 órakor belehalt sérüléseibe. Hát igazából hihetetlen számomra így, hogy, tudom, hogy miért ment. Ő mindig nagyon dolgozni akart. Ő ugye még csak 18 éves volt, ő tavasszal lett meg a szakmája, festő volt, és sokat dolgozott ahhoz képest benne, hogy a baleset és a szakma megszerzése közt időt nézzük. Sokat dolgozott benne. Általában mindig olyan helyeken is dolgozott, ami a szakmájához fűződik. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségelkövetésének gyanúja miatt indított büntető eljárást az ügyben.